Februárban már hangot adtam a kőbányai harmat utca állapotáról, és kértem a kőbányai önkormányzatot és a Budapest Közút ZRT-t, hogy tájékoztassanak, mikor kerül teljes felújításra a naponta is tízezrek által használt utca teljes egészében. Egy részét már legalább 8 éve felmarták, és azóta is úgy van, míg más részét foltozgatják évről évre, mely már szinte használhatatlanná tette. Megkeresésemre egy héten belül válaszolt az önkormányzat, de a felelősséget a Budapest Közút ZRT-re hárította, minthogy a harmat utca felújítása nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Arra kaptam ígéretet, hogy az önkormányzat is jelezni fogja az észlelt problémát a BKZ ZRT-nek. Egy hónap múlva az illetékes Budapest Közút ZRT-től is megérkezett a válasz. Elismerték, hogy valóban elkészült már 2016-2018-ra a felújítás terve, de forrás hiányra hivatkozva a fővárosi közgyűlés elhalasztotta a felújítást. Ez az oka annak, hogy az elkészült tervek ellenére már 8 éve várjuk, kőbányai lakosok, az ígért útfelújítást, melyet felelőtlenül ígért számunkra a kőbányai önkormányzat, a BKZ ZRT terveire hivatkozva. A Budapest Közút ZRT-től azt az ígéretet kaptam, hogy a következő évi útfelújítási terv összeállítása során ismét javasolni fogják a harmat utca felújítását. Tehát a kőbányai önkormányzat a felelősséget a Budapest Közút ZRT-re hárította, míg a Budapest Közút ZRT a fővárosi közgyűlésre. Így tehát egyértelműen kijelenthető, hogy a harmat utca felújítása jelenleg elsődlegesen Karácsony Gergely főpolgármesteri alkalmatlansága miatt nem valósul meg. Egy hónappal ezelőtt azonban észrevettem egy táblát itt a harmat utca elején, ami a felújításokat jelzi. Már azt hittem, végre volt értelme küzdelmünknek, de nem. Van már kamútunk, és hamarosan lesz kerékpárutunk, de a harmat utca felújítása továbbra sem várható. A tábla ugyanis azt jelzi, kerékpár utak és kerékpár sávok kerülnek kialakításra Kőbánya területén. Már többször hangsúlyoztuk azt is, hogy nem a kerékpárosok ellen vagyunk, hanem Karácsony Gergely észszerűtlen és életveszélyes belvárosi kerékpársávjai ellen. A külső kerületekben, így Kőbányán is örömmel fogadjuk a reményeink szerint az autós forgalmat nem akadályozó kerékpárutak és kerékpársávok létesítését, pusztán csak az bosszanthat jogosan minden kőbányai lakost, hogy ismételten nem a harmat utca felújítása valósul meg. Kamuútra van pénz, kerékpárútra van pénz, de miért nem fordít egy forintot sem Karácsony Gergely a harmat utca felújítására, amit naponta több tízezren használnak.